A szurkolói vandalizmus, de már a terrorizmus jelenléte is komoly veszélyt jelentett egy-egy sporteseményen. Nógrádi György volt a Bűnmegelőzési Szabad Egyetem első előadója. A biztonságpolitikai szakértő Sportbiztonság Európában és hazánkban címmel tartott előadást. A szurkolói rendbontás, agresszió szinte minden nagyobb mérkőzésen előfordul, és ezt a rendőrségnek azonnal és szakszerűen kell kezelnie. A Bűnmegelőzési Szabad Egyetemnek ez is a témája volt. Hogyan kezeljük azokat a kihívásokat, amiket az NB1-es labdarúgó mérkőzések jelentenek rendőrszakmai szempontból, de aztán nem kell megállni, mert nem csak a labdarúgó mérkőzések, hanem azóta már az élet igazolt, hogy a jégkorú mérkőzések is. Bármilyen sportrendezvény elragadtatásra tudja sarkolni az embereket. De a legnagyobb beszéd nem a szurkolás hevében elkövetett bűncselekmények jelentik. Ugye a német-francia foci meccsen nemrég robbantani akartak, iszonyú szerencsésszer terroristákat, ha bejáratnak, elkapták. A sportbiztonság kérdését Nógrádi György globális szinten vizsgálta. A terroristák gyakori célpontjai a tömegrendezvények. Ma a terrorizmus behálózza az egész világot. Attól függ, hogy mit nézek, hogy mekkora a terrorfenyegetettség. Ha megnézem a francia-német foci meccset, ha megnézem, hogy indulnak az amerikai-kínai tárgyalások a pingpong diplomáciával és nagyon sok egyebek, akkor azt kell mondani, hogy a sport sokkal jobban beépült a politikába, mint történelmileg korábban. A Bűnmegelőzési Szabad Egyetem első előadása az európai és a hazai sportbiztonságról szólt.